Sziasztok! Szeretném nektek megmutatni, mert szinte minden nap most már téma a csoportban, az ablakokban az, hogy a cicákat biztonságosan ki tudjuk engedni a párkányra. Ugye rengeteg féle forma ablak van, én azt tudom megmutatni, amit nekünk csinált a párom. Ez egy ilyen egyszárnyú ablak, azért mutatom belülről is, mert majd úgy viszonyítjátok a tietekhez is. És ide csinált a párom. Szia, Csicsike! Imádják egyébként, élvezik, mondjuk most pont ide süt nagyon a nap. Na, a lényeg az, hogy ilyen vasakat vágott le méretre a párom. Na most azt tudni kell, hogy ez a vasdarab itt már oda volt nekünk erősítve, mert ez fogta meg a virágokat. És ehhez a vasdarabhoz, illetve fönt a tetőn, nem a tetőn, hát mondjuk ott fönt, ezt most jól megfogalmaztam, hát így összerakta a párom ezekből a csövekből, az ott meg van hajlítva az a cső. Most megpróbálom megmutatni, mert itt is fönt, tehát a redőnynek a tartójához nem fúrta oda, hanem magába a hálóba beleszűrte és ráerősítette. Tehát ide ilyen kis drótokkal, látjátok? Tehát ehhez a stabilhoz hozzá van erősítve, itt alul is. És természetesen a másik oldalon is. Még ezt hagyj mutassam meg, hogy nem, ezt a vasat ne nézzétek, ez nem volt itt, de itt a tett fel egy fa. Remélem látszani fog a videón. Ezt a fát kerestem, igen. Hát ezt a fát még hozzáerősítette, és ott látjátok, még a hálót oda rakta, tehát az alapját ezek a vas darabok képezik, vasrudak. És ugye három helyen oda erősítette, és akkor utána elkezdte a hálót, ez igazából nem cica háló, hanem szerintem csirkeháló, előtte lefestettem, ezt úgy használtan szerváltuk valahonnan, és szépen ide is alulra ráerősítette, ide belefúrt, látjátok, ebbe a lemezbe bele, tehát bele van fúrva, és oda van erősítve, látjátok? És szépen behúzta a hálót, és itt is hozzáerősítette, és ott fönt. És ott fönt, és itt így körbe. Na most az nem jelenti azt, hogy ezen a cica nem fog felmászni, mert Csicsi is felmászik egyébként, de semmi baj nem lesz tőle, szépen ide visszajön a párkányra. Most mondjuk ez itt ilyen kicsi, a konyhában ugye nagyobb, arról már tettem fel videót, csak nem találtam meg. Szóval ez az alapja, és teljesen jól működik, minden cica imádja, szereti, és képes volt ami virágot is tenni, ami mondjuk nem tudom, hogy meddig fogja bírni. Szóval ez egy ilyen egyszárnyú ablak, most nincs már itt Csicsi ilyen, és így csináltuk meg, és szinte, ha azt mondom, kinézek, nagyon nem is feltűnő, tehát még engem sem zavar. Remélem tudtam egy kicsit segíteni. Sziasztok!